Ha van egy kis zöldséges kertünk, gyümölcsösünk, Szűcs Gergely kertész mindenkit arra buzdít, hogy próbáljunk meg minél több terméket elrakni télire, akár késztermékként, mint a savanyúság vagy a befőtt. Régen nagyon jól értettek a zöldségek gyümölcsök tárolásához, elkészítéséhez, hiszen abban az időszakban hűtőszekrény hiány kellett megoldani azt, hogy a felesleges termény, amit az év során megtermeltek, kibírja még a téli időszakban is, amikor egyébként kevesebb zöldség jutott az asztalra. Van egy zöldséges ágyásunk, amiben megtermeltünk répát egész évben, kiszolgáltak is háztartásunkat, és szeretnénk, hogy ez megmaradjon, viszont nincs vermünk, pincénk, vagy olyan helyiségünk, vagy a hűtőben annyi hely, hogy el tudjuk rakni, akkor is azt mondom, hogy bátran tegyük ezt meg, hiszen egy panelház negyedik emeletén lévő kiskamrában is sokáig eltartható a zöldség, hogyha megfelelően készítjük elő, vagy az alma, vagy bármi más gyümölcs vagy zöldség. Több dologra van szükség ahhoz, hogy minél hosszabb ideig el tudjunk tárolni valamit. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál jobb a növénytárolása szempontjából. Fontos a megfelelő páratartalom biztosítása, és az, hogy egészséges legyen az eltenni kívánt növény. A répa, petrezselyem, hogyha egy befőttes üvegbe van lezárva, akkor az a páratartalom, ami benne található, az nem fog elillani, vagy nedves homokba rakva, hosszan eltartható, vagy az alma körte, hogyha papírra helyezve, mert régen ezt szalmára rakták, de hogyha papírra helyezve egymáshoz ne érintkezzenek, így elrakjuk, szépen berakva a hűvösebb részének a helységnek, tehát mondjuk a padló közelébe, akkor hetekig eltarthatóvá válik. Szűcs Gergely kertész azt javasolja, próbáljuk megkeresni azokat a lehetőségeket, amellyel meg tudjuk menteni a növényeket. Ehhez segítséget jelenthetnek a boltokban beszerezhető különböző eszközök, mint például az aszalógép, a gyümölcscentrifuga, vagy éppen az aprítógép.